Sziasztok! A múltkor, még húsvét táján volt egy olyan videóm, illetve videónk Damiennel, amiben a felelős nyuszi tartásra hívtuk fel a figyelmet, és a videó végén megígértük, hogy lesz egy ilyen nyúltartásos, tanácsadásos videó. És hát ez lesz az első része ennek, mert ezt így több részbe terveztem felvenni, ugyanis eléggé sokrétű a nyúltartás, és így legalább mindenki megnézheti azt a videót, ami éppen érdekli azt a témát, azt a kis szekciót, epizódot. Az első rész, ami most lesz ugye, az a hazaérkezés kis kedvencünkkel. Mielőtt hazaérkeznénk kis nyuszikánkkal, előtte érdemes, illetve kell is előkészíteni a terepet. Először is ki kell választani azt, hogy a ketrec maga hol helyezkedjen el. Nagyon fontos szempont az, hogy ne legyen húzatban a ketrec, tehát próbáljuk meg kicsit ilyen védett helyre rakni. A másik, amire figyelni kell, hogy fal mellett legyen, tehát a nyuszik nagyon szeretnek így bújni, meg szeretik a biztonságot, szeretik, hogyha van egy olyan hely, ahol azt érzik, hogy biztonságban vannak és elbújhatnak, hogyha bármi van. Ezen kívül még ami fontos, hogy a ketrec maga, tehát belül a ketrec, be legyen már előre rendezve, tehát legyen benne itató, legyen benne szénatartó, legyen benne nyuszi vécé. Ezekről egyébként majd így külön lesz egy videó, hogy pontosan mik azok a kis kellékek, amiket így a ketrecbe érdemes beletenni. És tehát az a lényeg tényleg, hogy amikor hazahozzuk a kis nyuszit, akkor rögtön a ketrecbe kényelmesen elhelyezkedhessen. Készen áll a ketrec a nyuszi befogadására, így most már be is rakhatjuk őt. Miután ez megtörtént, nagyon fontos, hogy 2-3 órán keresztül nem szabad zavarni. Ez annyit jelent, hogy ha lehet, akár milyen ingert is érzünk rá, ne simogassuk, ne üljünk mellette, hanem várjuk meg ezt a pár órát, amíg megszokja a környezetét. Hogyha a nyuszink beltéről érkezett, és mi kültéren szeretnénk tartani, akkor ügyeljünk arra, hogy a hőmérséklet különbség úgy egyensúlyozódjon ki, hogy biztosítsuk nyuszinknak azt, hogy ne fázzon, tehát legyen egy vacka, ahova elbújhat, próbáljuk meg esetleg szénával is így körbe barikátozni, mert az is melegíthet neki, és akkor ő majd szépen lassan alkalmazkodni fog a hőmérséklethez. Nyuszinknak ennie is kell, viszont sokan azt hiszik, hogy rögtön adhatunk neki zöldséget, gyümölcsöt, répát, almát, stb., de ez nem így van. Fiatal nyuszik esetében ugyanis olyan másfél hónapot kell körülbelül arra várni, hogy erre rászoktassuk, és az elején is nagyon fontos, amikor a szoktatás történik, hogy csak ilyen kis keveset adjunk neki, tehát például a répából csak ilyen pici répakarikákat, almából meg csak egy ilyen icipici kis szeletet például. Ez csak ilyen kis példa volt. A lényeg az, hogy ez alatt az idő alatt, amíg ugye nem kezdhetjük el ezt a zöldség-gyümölcs dolgot, előtte csak szárazat ehet, szénát mindenképpen, az nagyon fontos, eledel neki, az abszolút alap, tehát az kell. Ezen kívül pedig nyuszitáp, ez a nyúltáp, az a neve, hogy nyúltáp, ilyen kis zöld granulátumok tulajdonképpen, ilyen kis pasztillaszerű. Ez is egyébként ilyen széna, tehát abból van, és ugyanolyan tápértékkel rendelkezik, de a széna az ugye azért fontos, hogy koptassa a fogait, tehát az arra is hasznos, azért más egy kicsit. Tehát az a lényeg, hogy az elején még csak szárazat lehet neki adni. Ezen kívül, ami még nagyon fontos és nem elhanyagolható, hogy víz mindig kell, hogy legyen. Tehát az már az elején is nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy nyuszink előtt mindig friss víz legyen.
Newsing most már egyre komfortosabban érzi magát, viszont nekünk is kell még egy-két apróságra figyelnünk, mint például, hogy az első pár napban ne nagyon simogassuk, vagy hogyha nagyon, mégiscsak nagyon szeretnénk simogatni, akkor csak úgy hébe-hóba nagyon finoman, kerülni kell a heves mozdulatokat, ez nagyon fontos, ne ijesszük meg a nyuszit, tehát nagyon-nagyon finoman közelítsünk hozzá, szoktassuk őt ahhoz is, hogy a szagunkat például megszokja, de ezt mind ilyen nagyon finoman, tényleg lépésről lépésre, de a legjobb egyébként az, hogyha pár napig tényleg békén hagyjuk. Ha szeretnénk, hogy ilyen kis nyugodt legyen a nyuszink, és ilyen kézhez szokott, mint Kikike, akkor ügyelnünk kell arra, hogy finoman közelítsünk hozzá. Igen, most például nyal, nagyon kis cuki. Szóval az a lényeg, hogy minden nyuszinak más a személyisége. Amikor szoktatjuk nyuszinkat az első zöldség és gyümölcs darabkákra, az egy nagyon jó alkalom például arra, hogy kézhez szoktassuk. Ugyanis olyankor mi adunk neki enni közvetlen kézből, ez egyfajta bizalom is a nyuszink felé, illetve közben arra is ügyeljünk, hogy beszéljünk hozzá, mert ettől sokkal nyugodtabb lesz, és később fel fogja ismerni a hangunkat is, és a szagunkat is egyaránt. Sokunk rögtön az ölébe kapná a nyuszit már az elején, de hát ugye ezzel várnunk kell. A kézhez szoktatás után fog ez bekövetkezni tulajdonképpen. Erről majd egyébként lesz egy külön videó is, így a zöldbevételről, illetve arról, hogy hogyan is fogjuk meg nyuszinkat úgy, hogy ne fájjon neki. Tehát a lényeg az, még a zöldbevétel előtt, hogy nyuszink szokja meg azt, hogy simogatjuk, hogy beszélünk hozzá, és utána már könnyedén menni fog. A lényeg tehát a türelem. Nagyon fontos, hogy türelmesen bánjunk a nyuszinkkal, és hogyha esetleg van gyerekünk, akkor nagyon fontos az is, hogy megértessük vele, hogy ezek nagyon fontos szempontok és szabályok, tehát ezeket muszáj betartani, muszáj kibírni, pontosan azért, hogy nyuszink személyisége később ne változzon meg, ne legyen esetleg félős, vagy egy picit agresszív. Ezeket mindezzel kiküszöbölhetjük, és a végén egy nagyon nyugodt kis, komfortos nyuszit kaphatunk. Hát ennyit terveztem mára. Ez volt az első kis része ennek a kis sorozatnak. A következő epizód egyébként a ketrec lesz, a ketrec berendezése, illetve hogy milyen ketrecet érdemes vásárolnunk. Hát remélem, hogy tetszett ez a mostani videó is, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Remélem, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!